Egy csengelei tanyán 1988. augusztusában borzalmas bűncselekmény történt. Az elkövető szerelemféltésből 11 emberre gyújtotta rá társaival az épületet. 8-an meghaltak, az elkövető öngyilkos lett, egyik tettestársát pedig halálra ítélték. Két ember, legalább kettő a helyszínen meghalt az égési sérülések miatt. 5 vagy 6 embert ugyancsak az égési sérülések miatt mentő vitt a kórházba. A kórházba szállítottak között is volt 2 vagy 3, egészen kicsi, 1 évtől 15 évig. És így indult el a rendőrségi eljárás. A cselekmény szörnyűségére a tekintettel közismertem, a lábüntetés ellenes voltam és vagyok, de úgy gondoltam, hogy ez indokolt. És szerencsére az elítéltnek rendszerváltás bekövetkezett, az alkotmánybíróság alkotmányellenesnek nyilvánította a halálbüntetést, a legfelsőbb bíróság egy évig húzta az ügyet, és utána életfogytigra leváltoztatta. Tehát egy ilyen felemás dolog, akit én halálra ítéltem, azt rendszerváltás ugye megmentette. Egy bíró ott áll és ítéletet hirdet, és belenéz a vádlott szemébe, akkor mit lát benne? Milyen érzés az, amikor látja rajta nyilván, hogy fél attól, hogy esetleg halálbüntetést kap? Igen. Hát ehhez azt szeretném mondani előjáróba. A régi jogszabályok szerint a halálítélt esetében minden esetben föl kellett terjeszteni az elnöki tanácshoz kegyelemre. Akkor az elnöki tanács gyakorolta a kegyelmet, és amennyiben az elnöki tanács nem találta megalapozottnak, akkor az ítélő bírót ismertette, vagy értesítette, és a bírónak a végrehajtás előtti nap délutánján ki kellett hirdetni az elítélt határozatát, és ott rögtön meghatározni, hogy mikor hajtják végre. Ez nyilvánvaló hajnali órákban, amikor még a többiek aludtak, hogy ne legyen nagy felhajtás. És az érdekesség, hogy amikor délután olvastam a elnöki tanács határozatát, akkor még nem láttam különös érzelmi nyilvánítást. Hogy bízott-e valamiben, hogy egy éjszaka megváltozik-e valami, nem tudom. Csak akkor éreztem és láttam, mert többször találkoztunk a tárgyalásról, mert több tárgyalás volt, akkor láttam, hogy borzasztó elmesélni, meg visszagondolni rá, hogy akkor már tudta, hogy vége. 1 perce van. És akkor a bírónak ott kellett lenni, és a bíró adott utasítást, hogy hajtsák végre, és a kivégző csapat ugye akkor átvette az egyenruhás fegyőröktől a elítéltet, és egy pillanatokon belül felakasztották. Ráhúzták a fejére a csukját, és 2-3 perc múlva, 5 percig ott kellett maradnunk, míg az orvos jelentette, hogy beállt a halál, utána 1 óra múlva, addig nem jöttünk el, csak fölmentünk a parancsnok irodájába, és akkor az orvos jelentette, hogy végleg. Neki vagyok tőlem, hogy visszaadjam, hogy milyen volt a szembe. Ugye, mert tudta, akkor már tudta, hogy nincs menekvés, nincs fordulat. Hát azt szoktam mondani, hogy nem fehér embernek való.
A mögöttem látható csillagban ült börtönben Rózsa Sándor, Rákosi Mátyás, Szálasi Ferenc és Kádár János is, valamint az a Richter Richard, akit gyilkosságért ítéltek el, majd a börtönben még 3 ember tölt meg. Jelenleg 19 olyan ember van a csillagban, aki soha nem fog kiszabadulni. Egy friss közvéleménykutatás szerint hazánkban a lakosság 59%-a egyetértene a halálbüntetés visszaállításával, míg 35%-uk ellenzi, 6% pedig nem tudja eldönteni a kérdést. Mi a véleményük a halálbüntetés visszaállításáról? Nem semmi szépen van. Miért? Hát mert egy rossz döntés, és akkor... Ártatlan ember. Ráhúznak valakire. És különben is ez a halálbüntet, vagy a halálbüntetés az még a jobbik eset, mint a életfogytiglan börtönben. Szerintem. Visszatartva erről alapvetően nem a büntetés súlyosságát ered, hanem az, hogy biztosan megkapja. Tehát ha valaki tudja, hogy börtönbe kerül azért, amit csinál, biztosan, akkor nem fogja elkövetni. Ha meg úgy gondolja, hogy nem fogják elkapni, akkor teljesen mindegy, hogy halálbüntetéssel, vagy 20 évvel, vagy 10 évvel van fenyegetve. Ez a véleményem. Köztársasági elnök, vagy az Alkotmánybíróság egyedi döntése alapján, szóval nem általánosságban, de hát azért elrettentésül nem ártanak szerintem.